Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, és jön egy fegyverválasztós videó. Sokszor kapom meg tőletek a kérdést, hogy milyen fegyvert ajánlok ide, jó-e ez a fegyver, hogy használ, vagy mit rakjak erre a fegyverre. És akkor úgy döntöttem, csinálok egy ilyen videót ezzel, segítve titeket, hogy megkönnyítsem a fegyverválasztás nehézségeit Battlefield-en belül. És aki követ engem el jó ide, az tudja, hogy néha ritkán csinálok egy-két ilyen videót fegyverválasztással kapcsolatban, de az nagyon jól tudja, hogy úgy mondjam, nem azt a hagyományos módszert követem, hogy nézem a számokat, hogy számokban a fegyver mennyire jól teljesít, mert számomra az nem számít. Mondhatnátok azt, hogy igen, ez játék, meg igazából csak matematikai, és számítania kéne, de igazából azt mondom, hogy ez a dolog lényegtelen. És akkor most rátérve egy kicsit Battlefieldre, Battlefielden belül azért van többnyire egy dolog, amire szoktam figyelni számok szempontjából a fegyverválasztásnál. Nem mindig, de azért van egy-két dolog, amit azért meg szoktam nézni. De hadd beszéljek most akkor egy kicsit a fegyverekről. Azért Battlefield-en belül, hogy úgy mondjam, két vonal van, hogy hogyan választhatsz fegyvert. Az egyik az lehet az a vonal, az az út, amit én is szoktam csinálni, hogy szépen fogom és egyesével végigmegyek minden fegyveren, magyarul kimaxolom az összes fegyvert. A másik útvonal pedig az, hogy eldöntöm, hogy éppen hogy van kedvem játszani, és annak alapján választok fegyvert, és ja, erre beszéljünk egy kicsit erről, utána rátérünk a másik a módszerre is. Szóval az első szempont, amire figyelek fegyverválasztásnál, az a stílus és a pálya. Tehát ez a kettő eldönt mindent. Pár kategória van ugye Battlefield-en belül, vannak a gépfegyverek, vannak a karabélyok, a golyószórók, a DMR-ek, amik ilyen ugye félautomata, sniperfélesek, és van a sniperek. Na most, a sniper az egy kivételt, maga a sniperek kivételt képez e felől, mert az bármelyik pályára választhatod Battlefield-en belül, de akkor ahhoz ugye csipa stílusban kell játszanod, tulajdonképpen mindegy, hogy melyik snipert, mert úgyis headshotot kell lőj, hogy meghaljon az adott illető. De jöjjenek ugye a többi, mi van, hogy van az, hogy most melyik gépfegyvert választ, melyik karabélyt választ, melyik DMR-t választ, melyik jó erre a pálya, melyik lényegtelen, tehát lényegtelen melyik pálya, melyik fegyver, azt választod, amelyik neked jól esik, tehát azt a fegyvert fogod és ragadod meg, amelyikre éppen így csukott szemmel odahúzod az egeret, és így ráböksz, az a fegyver hiddel tökéletes lesz. Amire figyelned kell, az, hogy éppen milyen pálya jön, és az adott pálya terepe milyen lehetőségeket rejt számodra, mennyire ismered azt a pályát, és mennyire tudsz rajta játszani, ezáltal már megválogatsz egy stílust. Ha éppen egy olyan pálya jön, ahol közelharcot tudsz vívni, jobban tudsz vívni közelharcot, akkor érdemes egy gépfegyvert vagy egy karabét választanod. De, ugye most gépfegyver vagy karabé? Na most, hogyha Conquest Large-ot játszol, például egy Hanai Resorton, ahol éppen egy nostrást játszok, akkor értelemszerűen válasz valami karabét, és engineer-rel fogsz menni, ugye? És akkor fel tudsz szerelkezni járművek ellen is, de hogyha mondjuk Conquest Large-ot játszol egy Operation Lockerön, akkor válasz egy gépfegyvert egy medpack-kel, és egy újraélesztővel, és akkor már is el van döntve a pálya. És miért? Mert például ugye közel harcokat tudsz vívni ezen a két Operation Lockerön egyértelműen, Hanai Resorton is egyértelműen olyan pálya, szegmensek, részek vannak, ahol közelharcot lehet vívni. Ugye, én mégis egy DMR-t választottam erre a részre, de majd erről is beszélünk. Szóval, értitek, mit akarok mondani? A lényeg az, hogy a te stílusod döntse el, hogy éppen milyen játék stílusban akarsz játszani az adott pályán, az válassza meg a fegyvert. Ne a fegyver mondja meg, hogy te mit akarsz, hogy most én ennyivel lövök, és ennyi a rángatózás, és ennyi ez, és ennyi az, hanem te döntsd el, és annak alapján mindegy, hogy milyen fegyvert választasz. Nos, hogyha úgy érzed, hogy a pálya számodra, mert mindenkinek más a pálya szerkezet és terep, mindenki másképp tud rajta játszani, tehát hogyha a pálya szerkezet számodra egy kicsit
olyan, hogy úgy érzed, hogy te középtávon jobban tudsz harcolni például, vagy hosszú távon, de viszont azért nyomulni akarsz, rásolni is akarsz, tehát most egy ilyesmiről beszélek, akkor érdemes választani egy DMR-t, egy ilyen fél csipát, mert az közép és hosszú távon egy hatékony fegyver. Szóval, ja, ezt érdemes így kigondolni a dolgot, szóval válogasd meg a stílusod, és annak megfelelően válogasd meg a fegyvert. Na most akkor jönnek ugye a különböző kiegészítők a fegyverekre. Úristen, mit csinál ezzel a sok kiegészítővel, a fölöslegesen sok kiegészítővel, és a fölöslegesen amúgy fölöslegesen sok fegyverrel, mert igazából elég lenne 5 fegyver, és mindenki boldog volna. És ugye ezért sokszor zavarodik bele az ember, zavarodok én is, zavarodik mindenki bele abba, hogy milyen fegyvert válaszol. Teljesen mindegy, hogy milyen fegyvert választunk. Na. Szóval ugye vannak a kiegészítők, van az a sok kiegészítő, mi az Isten csinálj. Azt ne felejtsétek el, hogy minden játék úgy van tervezve, hogy legyen egy egyensúly. Minden fegyvernél egyensúlyra törekszenek, kivéve az OP fegyvereknél, hogy a kezdőknek, a noboknak is legyen sikere a játékban. Nos, szóval minden fegyver igazából egy egyensúlyra törekszik. Nagyon-nagyon kis eltérő tulajdonságaik vannak a fegyvereknek, de azért alapvetően mindent megpróbálnak egyensúlyra törekedni. A kiegészítőkkel megformálhatod a fegyvert egy olyan beállításra, ami neked felel meg, vagy egy olyan beállításra, ami segít abban, hogy az adott játékstílusodnak megfelelj. Látjátok ezt a G36C-t, közel és középtávon hatékony fegyver, de mi van, hogyha én hosszú távra is szeretném? Akkor a kiegészítőket egy olyan sorrendben állítom össze, hogy hosszú távonra is sikeresebb legyen a fegyver. Nem azt mondom, hogy full sikeres, mert az azért szinte nem lehetséges, de hosszú távon se nagyon tudjanak meglepni, és tudjak erre a fegyverre számítani. Szóval a kiegészítőkre pedig így gondolj, hogy azok abban segítenek, hogy adott szituációkban, amire maga a fegyver nem lenne annyira megfelelő, akkor is meg tudjon felelni, vagy úgy állítsd össze a kiegészítők a fegyvereket, hogy az az egyensúly még jobban megfeleljen a te játék kívánalmaidnak. Nos, ez volt az egyik része annak, hogy hogyan válasz fegyvert, és úgy gondolom, hogy ez a lényeg, nem az, hogy úristen, ez a fegyver jobb, mint az, mert számokban sokkal jobbat mutat, nem feltétlenül jobb, azért nem feltétlenül lesz jobb, mert lehet, hogy nem tudom, nem tudok még úgy játszani azzal a fegyverrel, ahogy a számokban az a fegyver megkövetelni, ezáltal igazából lehet, hogy pont a másik fegyver nekem a jó. Ezért inkább megválogatom a játékstílust, amit tudok játszani, és a fegyvert, teljesen mindegy, hogy mi az, ahhoz választom, hogy milyen a pálya, milyen a terep, és én azon a stíluson, hogy tudok így játszani. Nos, ez azon az első rész, a második része pedig ugye az, amit én is szoktam csinálni, fullra kiviszem az összes fegyvert szépen sorjában, és nem azért, mert challenge mániás vagyok, csak azért, mert azt a fegyvert, hogyha fullra kijátszom, akkor megtanulok játszani vele több szemszögből is, és adott pályán több szemszögből is fogok tudni vele játszani. Nos, nem minden szituációban tudok megfelelni az adott fegyverem, mert az adott fegyverem minden szituációban felel meg, és ez így van rendjén, tehát lesz lent, és lesz fönt, lesz olyan pálya, fönt, lesz olyan pálya, lent, de viszont bizonyos szemszögből megtanít olyan dolgokat ez a fegyver, ami nem jó bizonyos szituációkra, hogy hogyan gondolkodjak másképp, hogy hogyan feleljek meg a nehezebb szituációban, abban a szituációban, amire az adott fegyver nem biztos, hogy megfelel, ezáltal megtanulok olyan módszereket, amivel kiúszhatom magam a csávába, hogyha éppen egy pályának olyan szegmensében vagyok, ahol az az adott fegyver nem felelne meg. Tehát rákényszerít a gondolkodásra, hogy úgy mondjam, és azokra a dolgokra, amikre, hogy úgy mondjam, más fegyverrel nem kellene gondolj, hogyha egy olyan fegyvert választanál, ami megfelelő arra az adott pályára, az adott stílusodra. De mivel, hogy szépen sorjában mész végig az összes fegyveren, így aztán kénytelen leszel olyan megoldásokat kitalálni a pályán, amivel másik fegyverrel nincs rá szükség. Szóval ezt a két
szempontot érdemes megnézni, vagy megfogadni, vagy átgondolni, hogyha fegyver választásra kerül a sor, hogy ti melyiket szeretnétek. Szeretnétek ezt a kicsit nehezebb utat, hogy minden fegyveren végig menni szépen sorjában lassan, és nem nézni azt, hogy milyen pálya és milyen stílust, azért, hogy úgy mondjam, hogy kívül kezdje gondolkodni a dobozon, mikor kell, amikor szükség van egy adott fegyverre. Vagy a másik, hogy megválogatod a stílusot, felméred a terepet, hogy mi jó arra, és annak megfelelően választasz egy fegyvert, ami arra az adott stílusra, terepre megfelel, és ebből a szempontból mindegy, hogy mi lenne az. Nos, ugye mondtam a videó elején, hogy van egy rész, amit én is szoktam figyelni Battlefield-del kapcsolatban a fegyvereknél, és az egyik leglényegesebb, hogy úgy mondjam, a rész ennél, és az nem a sebzés lenne, hanem pedig az, hogy mennyire gyorsan lő az a bizonyos fegyver, az RPM. Ugye, hogy minél gyorsabban lő, hogy úgy mondjam, az azt jelenti, hogy annál, hogy úgy mondjam, jobb közel harcra, annál jobb no zumba, szóval azt szoktam felmérni, hogy melyik fegyver jó no zumba, melyik fegyver jobb távolra, melyik lassabban lő, az lehet, hogy jobb távolra, amelyik gyorsan lő, az közelharcra jó no zumba, mert gyorsan ereszti a golyókat. Ez az egy rész, amit én igazából meg szoktam időnként nézni, nem mindig, hogy a fegyvernek gyakorlatilag a golyószórási képessége mennyire hatékony, mert az eldönti már egy kicsit egy képet ad arról, hogy mennyire fog az adott fegyver rángatni közel, hosszú távon, középtávon. Nos, ennyi lett volna. Kíváncsi vagyok a ti véleményetekre. Kíváncsi vagyok, hogy ti hogy választatok fegyvert. Mi az a szempont, amit ti néztek fegyverválasztásnál, hogy... És hát, hogyha nekem is tudok valami újat és izgalmasat mondani, hogy én is megtanuljak egy másik szemszögből is fegyvert választani. Ennyi lett volna. Tudom, a videó nem annyira fegyveres dolog, inkább csak a számomra jobban tetsző játékokat raktam bele, de viszont mindenképpen azt hiszem egy érdekes szempontja a játéknak a fegyverválasztás. Én így szoktam, ezt szoktam nézni, és számomra igazából nem az számít, hogy mi a neve annak a fegyvernek, hanem az, hogy éppen hogy játszom, és mi a célom vele az adott játékban, ezt szoktam én nézni. Nos, ennyi lett volna. Hagyjatok ott egy kommentet, tényleg ti hogyan választotok fegyvert, mi nálatok a fontos szempont, hogyha a fegyver választásra kerül sor. Köszönöm a figyelmet, Necrocrim voltam, sziasztok!